50 millió forintos fejlesztés megújult Petneházán az általános iskola tornaterme és a hozzátartozó öltözők, valamint akadálymentesítették az épületet. Digitális lemaradás. A digitalizáció még nem érte el a hazai KKV-kat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyik legrosszabb a helyzet. Értékes barangolás. Kárpát-medencei szintű, országos döntővel végződő vetélkedőt hirdet ismét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Ötven millió forintból újult meg Petneházán az általános iskola. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A fejlesztés során többek között felújították a Petneházi Dávid általános iskola és művészeti iskola tornatermét és öltözőit, akadálymentesítették az intézményt, valamint az oktatáshoz új eszközöket is beszereztek. A beruházás szükségességét az indokolta, hogy a Kisvárdai Tankerületi Központ iskolája a hozzá hasonló községi iskolákhoz képest is elavult infrastrukturális háttérrel és felszereltséggel rendelkezett. Ünnepi műsor és szalagátvágás keretében adták át a Petneházi Dávid általános iskola és alapfokú művészeti iskola megújult tornatermét. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és állami forrásból a Széchenyi 2020 programban megvalósult beruházás a tornatermen túl az intézmény tanulás segítő infrastruktúrális fejlesztését is magában foglalta a Kisvárdai Tankerületi Központhoz tartozó iskolában. A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeresen pályázott az EFOP 4.1.3.17 kódszámú pályázatra Petneházi Dávid általános iskola és alapfokú művészeti iskola felújítására. 50 millió forint értékben visszanemtérítendő támogatást kapott. Nagyon jelentős, hiszen minden település életében az iskola legfontosabb szerepet tölti be, legfőképpen egy kis településben. Az iskolában felújításra került a tornaterem, a nyilászárók cserére kerültek, hangszigetelése megtörtént, világítás korszerűsítés, a két épületet összekötő híd felújításra került, illetve az akadálymentesítés érdekében széklift került. A Petneházi iskola a hasonló közösségi iskolákhoz képest is elmaradott infrastruktúrával rendelkezett, bár az épület oktatási célra használt helyiségeinek mérete és kapacitása a szükségleteknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelt, azonban a termek jelentős felújításra szorultak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ugye elhagyatott régióban élünk, és hát mint ez előtte is látható volt, nagyon elhasználódott idézőjelbe, régen volt már felújítás az intézményünkben, és hogy a 21. század elvárásainak megfeleljünk, ez elengedhetetlen volt. Ami miatt nagyon örülünk neki, a tornatermünk, hogy a hangszigetelést kapott, mi egyben művészeti iskola is vagyunk, és két drámás csoportunk működik, akik mindig nagyon színvonalas műsorokat adnak, és ahhoz, hogy ez élvezhető legyen a meghívott vendégek számára, és ugye az akusztika miatt, ez tényleg nagyon fontos. A tornaterem felújítása pedig nem csak az iskola, hanem a település életében is kiemelten fontos volt. Mindenféle rendezvények, civil szervezetek, ezt a tornatermet használjuk, az önkormányzat is, tehát nagyon nagy jelentősége van a településnek, hiszen ez az egyetlen egy lehetőség, rendezvényeket, jótékonysági bálókat itt szoktunk megrendezni, az önkormányzat itt tartja meg a közmeghallgatásokat, tehát ahol egy lakossági fórumot tartunk, nincs más lehetőségünk, ez az egy lehetőség van. Gazdag Józsefné azt is elmondta, a felújításokat itt nem szeretnék befejezni, különböző pályázatokból a szigetelést, az ablakcserét és további energiahatékonyságot növelő beruházásokat is terveznek megvalósítani. A hazai KKV-k versenyképessége és a digitális felszereltsége is elmarad a nemzetközi helyzettől. Ezen kíván javítani a 2 milliárd forintos modern vállalkozások program, amely közel 2 éve működik országszerte. A vállalkozások számára rendezvényeket szerveznek, tanácsadói hálózatot működtetnek, illetve bizonyos pályázatok esetén forintosítható minősítést is adnak a KKV-k számára, mindezt díjmentesen. A digitalizáció létkérdés halljuk nap mint nap. Erről szólnak a hírek, és ezt olvassuk az interneten. Magánemberként szinte mindenki jelen van a közösségi médiatérben. Onnan informálódnak a hírekről, szórakoztató tartalmakat néznek és az interneten vásárolnak. Amíg a magánszférát átjárja a digitális világ, addig vállalkozóként korántsem használják ki a lehetőségeket.
A KKV-k maguk mögött hagyják a privát szférában már bevált okos eszközöket, a mindennapi életet megkönnyítő alkalmazásokat. A korszerű technológia kimarad a vállalatok életéből. Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében is, de országosan elmondhatjuk, hogy a KKV szektor versenyképességét mindenképpen javítanunk kellene. A versenyképességnek egyik fontos területe az, hogy a modern infoeszközöket, módszereket alkalmazunk. Lemaradásunk van. Tudjuk, hogy lemaradásunk van a termelékenységben, és ez a rendezvénysorozat, ami megyen országosan, és megyen a megyénkben is, egyrészt van egy személyfeltétele, hisz 29 tanácsadó segít az országban, a megyében is két tanácsadónk van, akik fordulnak a vállalkozások, ebben tudnak segíteni. A Szabolcs megyei helyzet még rosszabb, mint az országos, Vili Pekó László. Ráadásul a KKV-kat nehéz megszólítani is. A lemaradást sokszor a forrás, a szándék és az ismeret hiánya okozza. A megváltozott fogyasztói szokásokhoz a vállalkozóknak is igazodniuk kell. Ehhez például elengedhetetlen a mindig napra kész és minőségi honlap működtetése. A digitalizációtól nem félni kell, hanem kihasználni a lehetőségeit, közölte Tamás Szilárd infokommunikációs tanácsadó. Látszik az, hogy korosztályoktól független a digitális forradalom zajlik, beléphetünk bárhonnan, bárhová, mobiltelefonról tudunk repülőjegyet vásárolni, asztalt foglalni, és gyakorlatilag kereshetünk több mint 1 millió szállás lehetőségei közül. Egy kicsit ilyen spoiler volt az egyik szálláshely szolgáltató részéről, de látjuk azt, hogy tulajdonképpen nagyon könnyen, nagyon a felhasználó élményt támogatva hozhatnak létre ilyen felületeket, és ezt az idősebb generációs természetesen tudja használni. Közösségi médiát nyilvánvalóan nem kell bemutatnom, a Facebookon kívül egyébként létezik más csatorna is, kifejezetten cégeknek. Azt javasolnám önöknek, hogy a nemzetközi piac irányába tessenek nyitni, méghozzá azért, mert a versenytársunk, aki nemzetközi piacról érkezik Magyarországra, nem foglalkozik ilyen dolgokkal, hogy nekem ezt szabad-e, mit fognak mondani a többiek. Egyszerű jön, belép, nem sokára Amazon lehetséges, hogy magyar nyelven is elérhető lesz, az eBay-ről nagyon sokan rendeltek, és természetesen kínai versenytársunkat, az AliExpress-t is érdemes ebben a körben megnevezni. A Modern Vállalkozások programja közel 2 éve igyekszik segíteni a vállalkozásokon, széles látókörrel rendelkező szakemberek bevonásával. A program felméréseket végez, informatikai fejlesztéseket, megoldásokat javasol. A KKV-kat érintő legutóbbi feladat a GDPR bevezetése volt még május végén. Ennél a kérdésnél is jellemző volt, hogy a cégek az utolsó pillanatban kezdtek el foglalkozni a feladattal, de országos szinten is akadtak problémák az adatvédelemről szóló egységes EU szabályozással. Van ez a szabályozás, mondta a könyvelő, valamit csinálni kellene vele, május 25 a határidő. És szerencsére a magyar jogalkotás sem kapkodott a kérdésben, annyira nem, hogy két infotörvény módosítás gyakorlatilag augusztusra, szeptemberre ment végig, és most még elfogadás alatt van egy úgynevezett csalátatörvény, ami pedig az egyéb ágazati jogszabályokat hivatott összhangba hozni a GDPR-ral, úgyhogy nagyon nem kell félnünk ezzel kapcsolatban, hogyha eddig nem tettünk semmit, viszont most már valóban ideje egy kicsit lépnünk a kérdésben. A Modern Vállalkozások program rendezvényeket szervez, tanácsadói hálózattal működik, illetve bizonyos pályázatok esetén forintosítható minősítést is ad a KKV-k számára. Mindezt díjmentesen biztosítja az érdeklődő cégeknek. Kárpát-medencei szintű országos döntővel végződő vetélkedőt hirdet ismét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Az értékes barangolás 2018-2019 című vetélkedőre az általános és középiskolás diákok jelentkezését várják. A vetélkedő célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a magyar kultúra értékeire és a hungarikumokra. Idén 3. alkalommal szervezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az Értékes Barangolás című vetélkedőt. Már az első alkalommal kiemelkedően eredményesek voltak a szabolcsi diákok, ezért tavaly, bár országos verseny nem volt, megyénk megrendezte a vetélkedőt. Idén ismét országosan pályázhatnak az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság jóvoltából az általános és középiskolások 19 éves korig.
azért ezt a korosztályt célozza meg, mert azt hiszem, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak arra az értékmentő munkára, amely azt hiszem, hogy mind a Hungarikum mozgalmat, mind pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottságnak a munkáját és az értéktárnak a munkáját jelzi. És el kell plántálnunk bennük azt az érzést és azt a tudást, amely szükséges ahhoz, hogy valóban olyan emberfőkké, olyan kiművelt emberfőkké váljanak, akik tisztában vannak az őket körülvevő értékekkel, tisztában vannak a hagyományainkkal, tisztában vannak azokkal a nagy emberi tettekkel, amelyekre büszkék lehetünk, tehát valóban a múltból építkezve tudnak jövőt építeni. Ezt a célt szolgálja a vetélkedő is, amelynek témája a magyar kultúra értékei, különös tekintettel a Hungarikumokra, a fő hangsúlyt pedig azon belül is a megyei értékekre helyezik. Most is országos döntővel fog végződni. Általános és középiskolás csapatok jelentkezését várjuk október 31-ig. Egy internetes forduló lesz, utána pedig középdöntők és egy megyei döntő, amiután jönnek majd az országos döntők. Bízunk benne, hogy azt a lelkesedést, amelyet tapasztaltunk korábbiakban, most is meg fogjuk látni, mind a csapatok jelentkezésének a létszámában, mind pedig a felkészültségünkben, én ebbe biztos vagyok. A döntőn résztvevő csapatok és felkészítő tanáraik értékes tárgyjutalommal részesülnek. A négy fős csapatok október 31-ig jelentkezhetnek a vetélkedőre. Nagyidai Gergő elkövette élete egyik legfontosabb gyilkosságát. Természetesen csak Macbethként a Móri Zsigmond Színház legújabb kamara előadásán a hatásos politikai krimi és pszichotriller teljes kelléktárát felvonultató drámát Horváth Illés rendezte színpadra. A premier péntek este látható. Csillagok, oltsátok ki fényeteket! Ne lássátok sötét sóvárgó szívemet, borítson homály! Hadd tegye kezem, amit ha meg van fél látni a szem! Ez volt Macbeth egyik első pillanata, amikor kételkedett saját döntésében és megingott cselekvési vágyában. Shakespeare legrövidebb, de egyik legtalányosabb művét Horváth Illés rendezte a Móri Zsigmond Színház kamara színpadára. A skót darabban, amelynek egy régi színházi babona szerint a címét sem lehet kiejteni, Nagyidei Gergő alakítja a főszerepet. Nagyon nagy felelősség ez. Nem sok mindenki mondhatja el magáról, hogy Macbethet játszik. És hát azért a történetnek a súlyosságát tekintve, igen, elkezdett teher lenni. Sokszor gondoltam rá, hogy mennyivel jobb lett volna, hogyha nem ér el ez a dolog, de hát azért mégiscsak egy színházi előadásról van szó. Mindazok mellett, hogy megvan ez a Macbeth névnek a bűvköre, ami tragédiákba és mindenféle kis balesetekbe sodorja a próba folyamatot, amiből nekünk is kijárt. Szokatlan módon. Tehát, hogy az átlagon felüli volt a kis balesetek száma. A főszereplő elmondása szerint olyan ez számára, mintha folyamatosan egy fordított imát kellene mondania. A hatásos politikai krimi és pszichotriller teljes kelléktárát felvonultató dráma erkölcsi választásainkról, a bennünk élő szenvedélyek és morális tudatunk közti harcról, gyenge ellenállási kísérleteinkről és sorozatos elbukásainkról szól. Ez egy mindenkit megérintő történet. De Illésnek a rendezésében azt hiszem, hogy ez egy kicsit könnyebben át fog menni, és talán Illés megsegítette a rendezését azzal, hogy ilyen környezetbe helyezte, hogy egy kicsit könnyebben elfogadható legyen. Hát ugye ezt már mondtam is valahol, hogy mostanában ugye annyi horrort és sötét történetet néznek, dárkot néznek a srácok, hogy ez egy teljesen befogadható előadás lesz. Azzal az élménnyel, mint hogyha a gyerekek esetleg egy moziban ülnének, vagy a tévé előtt néznének egy történetet, és szerintem mindent sikerült hozzátennünk, hogy ez át is menjen rendesen. A bemutató október 19-én pénteken látható a Krúdi kamarában 19 óra 30 perctől. Ismét a Mustárházad otthont Dohos Ferenc november közepéig látható fotókiállításának a megyebeliek által permeként ismert hobbi fotós ezúttal a Megosztva nevet adta a kiállításának. Ez azt jelenti, hogy a felújított Mustárház két falán két különböző témaköré csoportosította a fotóit. Az egyik, amit sokan hiányoltak az előző kiállításról, a koncertfotósorozat, de a másik témát sem volt nehéz kiválasztani. Múzeumfalu a téma természetesen,
tavasz elején voltam kint a múzeumfaluban, gyakorlatilag az bezárás előtt utolsó időszakban. Szép hó volt, kevesen jártak, tehát nem egy rendezvényen voltam, hanem ilyen sétáló jegyes körúton, és ebből készítettem két albumot, egy színeset és egy nem színeset, a nem színes van most az egyik falon. Évek óta megrendezi a Nyíregyházi Önkormányzata a Krúdi Napok program sorozatát. Idén, október 18-án és 19-én számos helyszínen, számos programmal várták és várják a megemlékezések résztvevőit. Krúdi Gyula Nyíregyháza szülötte, a szülőháza a mai napig Nyíregyháza egyik jellegzetes épülete. Ahogy az előző években, idén is itt kezdődtek a programok megemlékezéssel és koszorúzással. Innen, mint az életpályáját lekövetve, elmegyünk az evangélikus iskolához, az evangélikus gimnáziumba, aminek a tanárai nagyon sokat tettek ahhoz, hogy Krúdi, az álmok írója ki tudjon teljesedni, és egy olyan hihetetlen életművet hagyjon maga után, amely nagyon kevés írónak áll rendelkezésére. Beszélhetnénk arról, hogy hány színdarabot írt, hány publicisztikát, hány regényt, és ugye hát ugye mindenki által ismert Szimbád alakot megteremtette, amely mögött ő maga is rejtőzött. Az az életigenylő, néha nagyon jó kedvű, néha nagyon rossz kedvű, valós emberi alak, aki megpróbálta az életét élni a nők, az étel, az utazás háromszögében. Huszonnyolc óvoda 280 gyermekének részvételével rendezték meg az Óvodások Játékos Sportfesztiválját a Nyíregyházi Kontinentál Arénában. A 25. alkalommal megszervezett eseményen a versenyzés helyett a fesztivál hangulat kapott központi szerepet. A cél a gyerekek képesség fejlesztése és a sport megszerettetése volt. Figyelem, felkészülni, rajta! Labdahordás talicskával is szerepelt a feladatok között az Óvodások Játékos Sportfesztiválján. De dömpervezetésben vagy éppen ugráló labdázásban is kipróbálhatták magukat a gyerekek a Continental Arénában. A cél nem a versenyzés, hanem a jó hangulat és a játékos együttlét megteremtése volt. Azért is fontos, hiszen a gyerekeket fölkészítjük erre a fesztiválra, hogy hova fogunk jönni. Az óvodás gyerek meg nagyon jól tudja, hogy minden nap van mozgástevékenység, és ez egy picivel nagyobb mozgástevékenység, hiszen szurkoló gyerekeket is elhozunk az óvodákból. Itt vannak azok a gyerekek, akik bátran vállalták, hogy ők szeretnének most egy kicsikét játszani. Ahogyan beléptünk ebbe a hatalmas nagy objektumba, már mondták, hogy ekkora nagyot valaki még nem is látott. Miután meglátták az eszközöket, hogy ezeket az eszközöket az óvodában is használjuk, bátrabbak voltak. Sőt, akik már először a fesztiválon részt vesznek és játszanak, látják a többiek, hogy akikre rákerül a sor, hogy nem lesz ebből annyira nagy probléma. Hogy mennyire becsületes egy óvodás gyerek, az látható, hogy a feladatot megértették nagyon hamar, de ha mégis egy kis védés történik, a lufi elszáll, vagy a labda kigurul a kis autóból, ugye, akkor azonnal visszamegy és becsületesen befejezi a játékot. A szervezők a feladatokat is úgy állították össze, hogy az a játékosságot és a gyerekek képességének a fejlesztését szolgálja. A Nyíregyházi Sportcentrum szabadidős kollektívája úgy dolgozta ki ezt, hogy képességfejlesztő gyakorlatok szerepeljenek benne, és még véletlenül sem a verseny domborodjon ki, hanem egy igazi fesztiváli hangulat legyen. Ezért állítottuk így össze a gyakorlatokat, és ebben nagyon kellemesen el fognak fáradni a gyerekek. Nagyon sok olyan eszköz van, motor, dömper, talicska, labda, amit megkapnak ajándékba, itt viszont ezzel versenyeznek, tehát ezt elviszik az óvodába, és ott fogják használni. De nem csak a játékokkal és sporteszközökkel lettek gazdagabbak az óvodások, hanem minden gyermek ajándékokkal és éremmel térhetett haza a sportfesztiválról. Jogaik gyakorlása szempontjából az egyik leginkább támogatásra szoruló csoport a gyermekeké, hangsúlyozta Szabó Tünde a Grúzia fővárosában, Tbilisziben zajló sportminiszteri értekezleten, leszögezve, hogy Magyarország alaptörvénye kimondja, minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A sportállamtitkár az MTI-nek telefonon elmondta, hogy az EPASZ konferencián beszédében kiemelte, az államnak olyan védelmi mechanizmusokat kell kiépítenie, amelyek alkalmasak a gyermekek jólétének biztosítására és érdekeik, jogaik leghatékonyabb védelmére. A Tbilisi összejövetel további kiemelt témája,
hogy miként fokozható a korrupció elleni küzdelem a sportban. Szabó Tünde hangsúlyozta, hogy a sport terén tapasztalható korrupció világméretű jelenség, amely a társadalom és a sport alapelveivel ellentétes. Magyarország, amely folyamatosan egyre több eszközzel törekszik a sportbeli korrupció megelőzésére és felszámolására, a vonatkozó nemzetközi egyezményekhez is csatlakozott, mivel a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni küzdelem határokon és szektorokon átnyúló megoldást sürget. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A Petneházi Dávid Általános Iskola és Művészeti Iskola tornatermét és öltözőit is felújították, akadálymentesítették az intézményt, valamint az oktatáshoz új eszközöket is beszereztek. Az 50 millió forintos beruházás szükségességét az indokolta, hogy a Kisvárdai Tankerületi Központ iskolája a hozzá hasonló községi iskolákhoz képest is elavult infrastrukturális háttérrel és felszereltséggel rendelkezett. Amíg a magánszférát átjárja a digitális világ, addig vállalkozóként korán sem használják ki a lehetőségeket a KKV-k. A digitális lemaradás nagymértékű hazánkban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig az egyik legrosszabb a helyzet. Ezen kíván javítani a 2 milliárd forintos modern vállalkozások program, amely közel 2 éve működik országszerte. Az Értékes Barangolás 2018-2019 című vetélkedő az általános és a középiskolás diákokat célozza meg. A vetélkedő célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a magyar kultúra értékeire és a hungarikumokra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 18-án csütörtökön, friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap felhős, de még meleg időre van kilátás. Egy gyenge magassági hidegörvény alakítja időjárásunkat pénteken is. Az éjjeli órákban megvastagszik a felhőzet. Elszórtan gyenge eső is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, de emellett szűrt napsütésre is számítani lehet. Kisebb eső, zápor szorványosan előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén változóan felhős időre van kilátás több órás napsütéssel, csak kevés helyen lehet gyenge eső. Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő valószínű. A következő napokban gyakran megnövekszik a felhőzet, és szerda hajnalban, reggel átmenetileg többfelé várható csapadék. Az északi, északnyugati szelet a hét közepén sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérik. Vasárnaptól jelentősen gyengül a nappali felmelegedés.